Filmünk célja, hogy pillanatfelvételt készítsünk a Körmendi csákgyűjteményről. Rögzítsük mai állapotát, hogy ez az állandó mozgásban lévő, minden pillanatában átalakuló és ezzel egyidejűleg fejlődő kollekció legalább a videószalag segítségével őrizhesse meg az ezredforduló mutatott arcát. A Körmendi csákgyűjtemény a 20. század végére, a szinte minap kezdődött új évezred első éveiben a legtekintélyesebb kortárs magyar gyűjteményé nőtte ki magát. Dr. Körmendi Anna ügyvéd és Dr. Csák Máté okleveles építészmérnök házaspár modern képzőművészeti válogatása néhány évtized alatt terebélyesedett ezen gyönyörűséggé. A gyűjtemény megközelítően 7000 műtárgyból áll, a legtöbb ezekből festmény, szobor és grafika. Az alkotások minden egyes darabja első kézből, közvetlenül az alkotótól származik. Legyenek ők nagymúltú idős mesterek, vagy azok a fiatalok, akik a jövő reménységei. Egy gyűjtemény igazi otthonát azok a galériák jelentik, ahol találkozhatnak a megismerésükre betérő közönségükkel. A Körmendi csákgyűjtemény hatalmas darabszámú alkotásai nem is egy, hanem több ilyen művészeti szentélyért kiáltottak. Az irántuk érdeklődők Sopron szívében az Artner palotában, Budapesten a Rózsadombon, a Nagybányai úton, és Zuglóban, a Tököli úton levő magánvillákban, a belvárosban, a Falkmiksa utcában ismerkedhetnek meg a hazai modern művészek reprezentáns alkotásaival. A gyűjtemény fő jellemzője, hogy a legkiválóbb művészettörténészek segítették szaktanácsaikkal a műtárgyak kiválasztását, és rendezték is kiállításokká a galéria tulajdonába került anyagokat. A Körmendi Csák Galéria egy-egy vernisszázsának megnyitója igazi kulturális esemény. Ez az a pillanat, amikor a műértő és lelkes közönség nem csak az alkotások közvetítésével, hanem testközelből is találkozhat napjaink nagy nevű alkotóival. A kiállítások megnyitó beszédeit, mi sem természetesebb ennél, a legelismertebb művészettörténészek írják és mondják el. Elszálló, megismételhetetlen pillanatok ezek, amikor egy sokszor szóval el nem mesélhető műről hallhat sok érdekes gondolatot az, aki meg is akarja hallani azokat. Az igazi ínyencek nagyra értékelik ezeket a feledhetetlen rendezvényeket. Néhány fénykép az csupán, ami az utókornak megörökíti a múló, meghitt pillanatokat. A gyűjtemény legértékesebb darabjai sokszor vándorútra kelnek, hogy hírét vigyék Magyarországon és a nagyvilágban annak, hogy élnek köztünk olyan művészek, akik igenis kiérdemlik a velünk élő műértők figyelmét. Azután, hogy igazán érett korba lépett a házaspár által folyamatosan fejlesztett kollekció, ezzel egyenes arányban érkezik az egyre több invitáció. Innen is, onnan is. A legemlékezetesebb vendégszereplések sorának se szeri, se száma. A fontosak közt is vannak még fontosabbak. Ilyen például a genfi Vájpó székházban Boks Árpád igazgató úr tiszteletére rendezett tárlat. Ezt éppen Göncz Árpád köztársasági elnök úr jelenlétében Nárai Péter nagykövet úr nyitotta meg.
A Világszövetség székházában a millénium alkalmával Rockenbauer Zoltán miniszter úr szólt a megjelentekhez. Bécsben, az Uno City rotundjában legendás nagykövetünk Tóth Tibor úr szervezésében Kofi Annan, az ENSZ főtitkár mennyitója örökbítette a magyar művészet egyre jobb hírnevét. De a tallinni Kunsthalléban, a Sepsiszentgyörgyi és Csíkszeredai múzeumokban is sikert sikerre halmoztak az ezen alkalomra kiválasztott műtárgyak. Emlékezetes pillanatok voltak a gyűjtemény anyagából egy-egy művész életmű kiállításai. A Stuttgarti Magyar Intézetben Gyarmati Tihamér, Dunaszerdahelyen Schwábi Lajos, Bécsben a Collegium Hungaricumban Séner Mihály, Nagy Sándor, Gyarmati Tihamér és a Magyar Szépműves Társaság bemutatkozásai. A Körmendi Csák gyűjtemény tulajdonosai nagy gondot fordítanak arra, hogy a náluk szereplő művészeket még jobban megismerhesse a szakma és a laikus közönség. Ahogy az anyagi lehetőségeik engedik, nívós, szép kivitelezésű albumokban rögzítik a mának, és az utókornak főleg a festők, szobrászok legfontosabb életrajzi adatait, művészetük addigi, kiemelkedő tárgyainak reprodukcióit. Ezek a monográfiák szépek, érdekesek és hiányt pótolnak. Ha jól belegondolunk, így lesz igazán teljes és hiánypótló a modern magyar művészet megismertetéséért végzett önzetlen szolgálat. Napjaink irányt adó és mértéket szabó művészet történészei közül a legtöbb megértette és értékelte a szenvedélyes gyűjtővé vált házaspár önzetlen alázatát. Ezért Berecki Lóránd, Fitz Péter, Mezei Ottó, Sík Csaba, Passut Krisztina, Dévényi István, Keserű Katalin, Körner Éva, Moyzer Miklós nevei is mind felkerültek arra a listára, ahol azok gyülekeznek, akik mind részesei ennek a vitathatatlan sikernek. A gyűjtemény él és lélegzik. Csak ritkán borzolják mindennapjait váratlan felfedezések. Ilyenek például a magyar-szlovák cseművész Mihály Hajnal, azaz Hajnal Mihály műterméből hazánkba érkező gyönyörű alkotások. Csák Máté egy helyen így vall ars poétikájukról. Kortárs művész nem egyszerűen egy az évezredek vándorainak sorából, hanem partnerünk, társunk a mában. Frissessége a mi frissességünk, fáradtsága a mi fáradtságunk. A kortárs művész velünk együtt él, lélegzik, szívja be ugyanazt a levegőt, mint mi, érzékszervei a mi érzékszerveink, szíve a mi szívünk, egyszerre és együtt dobog. És ha megáll, egy kicsit megáll a mi szívünk is. A Köszöntő és Vallomás című könyv bevezetőjét Csák Máté így zárja. A műgyűjtés a szellemi munka értékelésének egyik módja. Világunk a szellemvilága, az emberi értelemé. Kortárs művészeink a tudósok partnerei, más-más területen tárják fel ugyanazokat az igazságokat. És ez teszi őket egészé, és ennek az egésznek a jellemző tulajdonságait hivatott bemutatott gyűjteményünk összegezni.